Békés Márta, vers a versmondó versenyről. Minden évben megrendezik az iskolai versmondó versenyt. Nem kötelező, de illik indulni. Egy egész verset kell megtanulni kívülről. A Tünde néni azt mondja, hogy az a fontos, hogy hiba nélkül mondjuk, ne süljünk bele, meg hogy szépen, hangosan, artikuláltan beszéljünk. Jól hangsúlyozzunk, ami azt jelenti, hogy ahol valami lényeges van, azt nyomjuk meg. Tavaly még nem indulhattam, mert pösze voltam, és egy pösze ne álljon kiszavalni. Az idén két lapátfoggal büszkélkedhetek, és a Tünde néni rám gondolt. Főleg azért, mert kiderült, hogy másnap lesz a verseny. Neki se szóltak, különben is púpa hátára az egész. Én meg mindent úgy is hamar megtanulok. Kaptam egy fénymásolt példányt, anyukám majd segítsen, holnapra ünneplő, stb. A verset már tudtam. Alsóban már mondtuk. Bár rám akkor csak a harmadik versszak jutott, de valahogy megragadt az egész. Mert a többiek olyan nehezen tanulták meg, hogy művészet lett volna nem megjegyezni. Ezt a tündenének nem árultam el, hogy még nagyobb hősiesség legyen, hogy ilyen hosszú szöveget egyetlen nap alatt képes vagyok megtanulni. Anyu dühös volt, mert szerinte nem elég egy verset kívülről mondani. Igazából belülről kéne tudni, érezni, de erre már nincs idő. Még ki kell vasalni az ingemet is. Na, közben mondhatom. Mit mondjak? Nem sültem bele. Pedig nagyon lámpalázas voltam, mégsem lettem sehányadik se, igaz, elmondták, hogy a zsűri nehéz helyzetben van, meg hogy mi mindannyian győztesek vagyunk, meg hogy nem is a verseny a lényeg, hanem a vers. Na, ha az a bizonyos enny nem fontos, akkor miért csak az első három helyezett kapott csokit meg jutalomkönyvet? Mi meg? Csak egy vacak emléklapot.